A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Már is mondom, hogy a mai és a következő adásunkban két nagyon fontos témát fogunk feldolgozni. Az egyik természetesen, hogy miként állnak a vetések a mai időben, emellett pedig foglalkoznunk kell a 20 év az Európai Unióban, illetve a magyar mezőgazdaság helyzete ennek tükrében, milyen várakozásaink voltak, mi teljesült és mit hozhat a jövő. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Tiszteletem minden kedves nézőnek. No, hát akkor induljunk el talán, hiszen itt vagyunk, a búzát már learadták, a kukoricát nézegetjük, óriási asszály volt. Menjünk sorban talán, hiszen a tavasz olyan időjárást hozott, ami meglehetősen furcsa, legalábbis számunkra szokatlan volt. Nem maradt el az eső, utána viszont jött egy olyan szárazság, egy olyan kánikula, ami azt hiszem, hogy megviselte a növénytermesztésben érdekelteket egyaránt. Igen, szoktuk mondani, hogy a időjárás mindig hektikus, de most különösen megmutatta ezen változatos arcát. Hát ha azt nézzük, hogy itt a mezőségben 389 milli csapadék esett eddig, akkor még azt mondhatnánk, hogy hát most mi gondunk van, hát majd még leesik a többi, van rá még 3 hónap, és hát elérjük a szokásos 500 körül, 4-500 körüli mennyiséget. Igen ám, de ha megnézzük ennek az eloszlását, akkor nagyjából 100-as nagyságrenddel, csak a nézőket nem akarom számháborúval untatni, mert 90-111-ig megy a rendszer. Március, június, és most szeptemberben voltak 100 körüli csapadékok. Az összes többi 89 milli, az pedig eloszlott úgy, hogy volt olyan hónap, amikor 2 meg 3 milliméterek voltak, és ezek kemény, meleg nyári hónapok. Tehát a hektikusság az rendkívüli. Összmennyiségben lehet, hogy meg lesz az éves csapadék mennyiség, de ez számos növényen, számos termés eredményen egyáltalán nem javít. Hát ami szerencse, az valahol a természet. Mert ha megnézzük, akkor a szeptember a földanya hónapja. És valahogy a természet hozta a földanyának a csapadékot, hogy legalább jó vetőágyat készíthessünk a következő évi növényeknek, tehát az ősziek alá megfelelő módon tudunk vetőágyat készíteni most szerte az országba, tehát el tudunk vetni. De menjünk sorba azért. Ugye a kulcskérdés a búza mennyisége és minősége. Én csupa olyan információhoz jutottam hozzá, megnéztem, hogy arányosítva a takarmánybúza és az étkezési búza most megfordult. Ez minek köszönhető? Tehát sokkal több a takarmánybúza sajnos, mint, és így már előrevetíti, nagyon sok hírportál arról írt, hogy a kenyér árának a növekedését ez. Igen, a kenyérárban, hogy ez mennyire fog manifestálódni, ez még a jövő kérdése, mert maga a búza és a liszt az fontos eleme nyilvánvaló a kenyérnek, de sokszor szállítás, energia és egyéb költségek azért hathatósabban tudják befolyásolni a kenyérárát, és ott sem mindegy, hogy hány százalék, egyszer már itt kiszámoltam, hogy 43 kg kenyeret fogyasztunk egy évbe, és ha ennek a áremelését nézzük és elosztjuk 365 napra, akkor ez azért nem egy olyan óriási dolog, legfeljebb, mint szó, hogy a kenyérnek az árának az emelkedése másképp hat az emberekre. De most ettől elvonatkoztatunk, és nézzük, hogy igen, emelkedett volna a kenyérbúza és malmibúzának a mennyisége, hogyha ez a hektikus időjárás nem rontotta volna úgy le, hogy a
kenyérbúzának vetett áru is takarmánybúza lett nagyon sok helyen, és megfordult valóban 25% körüli a malmi búza és 75% a takarmánybúza. Ebbe azért még mindig belejátszik az, hogy az elmúlt év tizedekbe alig volt különbség a takarmánybúza és a étkezési búza között, és sok gazda az egyszerűbb termelés okán azt mondta, hogy hát akkor én takarmánybúzát fogok termelni, nem kínlódok, idézőjel nyit és bezár, az étkezési búzával megfelelő időben való műtrágyázás, tápanyagellátás, növényvédelem, és hagyd ne soroljam, tehát úgymond dolgosabb és következetesebb munka szükséges az étkezési búzához, és áttért a takarmány búzára. Nyilván, hogy most is mondom, hogy étkezési búzát vessenek az emberek, étkezési búzát vessenek, és megfelelő fajtákat, jó magyar fajták vannak, nagyon keresett magyar fajták vannak, amelyek magas sikértartalmúak, magas fehérjetartalmúak, és nagyon jól eladhatók. Nos, ha árakról beszélünk egy kicsit e vonatkozásban, akkor lássuk be, hogy 80 fölött van az étkezési búzának az ára. Tehát ott 83-85 között nagyon simán el lehet az átlagos étkezési búzát adni. És ahogy néztem, egyre inkább kúszik fel az ára. Egyre inkább kúszik felfelé, de hát én tudok 90 ezres árakról is, amelyik magasabb fehérjetartalmú, tehát kiváló minőségű, tehát igenis a jó minőségű malmi búzáért megadják az árat a kereskedők, és kelendő termék a agrárpiacon mindenképpen. Most, hogyha a világ tendenciát nézzük, akkor gabonafélékbe is, ez vonatkozik nyilvánvaló a kukoricára is, de hát különösen a gabonafélék közül a kalászosokra ilyen kiegyenlített világkészlet van. Tehát kiegyenlített termésmennyiségek vannak a világban, kiegyenlített tartalékkészletek vannak, jó, hát kis mozgás van, és egy ilyen lassú felfelé kúszás van. Tehát azt kell mondanom, hogy most a piac elfogadja azt a többletköltséget, amivel tárolni kell a gabonát, amivel később többbe fog kerülni. Tehát egy ilyen lassú felfelé irányuló tendencia van a gabonafélékbe. Tehát nem az az eset áll fönn, amikor az előre, határidőre megkötött üzletekben látjuk, hogy február, március, májusban lefelé mennek az árak. Most nem. Most szépen húznak felfelé, tehát egyrészt elismeri a piac azokat a kamatköltségeket, amivel hát ugye benne áll az áruba a pénz, és azokat a tárolási költségeket, ami ezzel kapcsolatosan keletkezik. Tehát ilyen értelemben, akinek van lehetősége, az nyugodtan a kalászos gabonáit betárolhatja, valamiféle elmozdulás lehetséges ebbe, már csak azért is, mert a nyár aszálya miatt azért a kukorica vonatkozásába, ha egy kicsit rátérünk, vannak toxinos tételek is, és itt 5,8, remélhetően a végén akár 6 tonna is lehet az országos termés átlag, tehát ugye folyik a betakarítás, és a betakarítás vége felé mind jobban azok a késői fajták, és jó termőhelyi és vizes termőhelyi adottságokon levő területek jönnek be, ahol bizony a termés eredmények nyírségbe is hallottam, van, ahol öntözetlen területen 13 tonna volt, jó, ez extrém, ritka, nyilván mélyfekvésű, de azért a nyugati határszélen is zöldelt nagyon szépen a kukorica, meg a keleti ország részben is voltak ilyen részek, Nógrádról már nem is beszélve, hiszen az sem volt az aszályos rész. Ennek egyébként meredek ellentéte, ugye Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, és hát részben Szolnok megye, amelyik hát Ásznagykun Szolnok, de most mindenki érti, nem mondtam minden megyének az összes nevét végig. Gyakorlatilag ezek azok, amik nagyon megsínlették, és itt 5 tonna alatti termés átlagok is gyakran előfordulnak.
Most pillanat, ezzel folytatjuk természetesen, csak hogy a búza mentén kell, hogy óvatosan is szó kell, hogy essék, azt hiszem minden beszélgetésben az ukrán búza. Tehát mi, illetve az Unió, de mi leginkább és a szomszédos országokkal megléptük azt, ami ilyenkor elvárható volt, nyilvánvaló, hiszen az a fajta ukrán búza, ami elárasztatta volna Európát, az azt hiszem, hogy ilyen értelemben a fogyasztásra nem is alkalmatlan, de nem állja meg a helyét az uniós szabályoknak megfelelően. Ez eredményként könyvelik el, hogy sikerült ezt megakadályoznunk? Ezt abszolút eredményként könyveljük el, hiszen ebbe a MAGOSZ is, és természetesen a kamara is két válszélességgel, hogy így fogalmazok, részt vett, és fogadó hangokat tudtunk eljuttatni a minisztérium felé is, ahol egyetértettek ezzel a problémakörrel, és gyakorlatilag respektálták ezen törekvésünket, és a piac zavaró hatásra, vagy a tiltással reagáltak, ami persze hát az Unióba kiváltotta az uniós döntéshozók politikai haragját, de hát majd ebbe a következő műsorban is lesz benne szó. Nyilvánvaló, ha valami nem gazdaság és szakma vezérelt, hanem politika vezérelt, hát akkor bizony ilyen ellentmondások sokszor fognak akadni, hogy más mond a józan ész, más diktál, és mást mond egy politikai vezérelt brüsszeli bürokrata, hiszen ő máshova van bekötve, másmilyen módon gondolkodik, és csak akkor kap észbe, amikor a saját gazdái is utcára vonulnak, és nem tud bemenni a székházába, akkor elgondolkodik rajta, de amíg, bocsánat, a kelet-európaiak problémáját hallja, addig hát úgy átmegy egyik fülén be a másikon ki, és azt mondja, hogy hát meg kell oldani, meg ez nem is probléma, nem is piaczavaró, és így tovább. Most nem akarok nagyon részletekbe belemenni, hiszen erre lesz mód. Azt kell mondanom, hogy igen, bizony nagyon problémás az ukrán gabona, de semmiféle problémát most nem jelent nálunk, hiszen egyrészt az ukránoknak nincs étkezési búzájuk, kettő, a takarmány búza ára az azon a világpiaci áron van Magyarországon, hogy az ukrán búza is közel hasonló áron mozog. Így a szállítási költségek, a tilalom, ami a közvetlen ide szállítást ugye megtiltja, közvetve persze hát lehet itt cirkulálni a unión belül, hiszen határok nélkül mozgunk, az azért megnöveli úgy a költségét, hogy nem igazán éri meg. Ráadásul ugye megnyíltak azok a tengeri járatok és útvonalak, amelyek biztosítják az ukrán gabonának a célállomásokra való eljutását, és azok a nagy felvevők, akik akár Európában, Spanyolország, Portugália eddig is ott voltak a sertéstenyésztések okán, hajó számra veszik meg gyakorlatilag a ukrán vagy orosz búzát, attól függ, hogy milyen tenderek, kinyeri a tendereket. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hagyományos piaci szegmensek kezdenek újra feléledni és újra működésbe lépni, úgyhogy jelenleg persze kukorica vonatkozásában is vannak kereskedői törekvések, hogy hozzunk be ukrán búzát, itt a toxin probléma a kapcsán majd egy kicsit részletesebben is említem, de a leghatározottabban a minisztérium való egyetértésbe azt mondjuk, hogy közel ugye 5 millió tonna kukorica terem az országba, és lesz annyi toxinmentes kukoricánk, amelyet a feldolgozók fel fognak tudni használni. Tehát igenis a magyar termésű kukoricának van primátusa, és lesz mindaddig, amíg nem bizonyosodik be ennek az ellenkezője, hát vagy pedig nem bizonyosodik be, hogy nincs annyi toxinmentes. Természetesen a kereskedő azért kereskedő, hogy ilyenkor, mint ahogy most is tették, összehívják a sajtótájékoztatót, és elmondják, hogy a kint lévő kukoricának közel 40%-a toxinos és felhasználásra alkalmatlan.
Én nagyon-nagyon tisztelettel vagyok ilyen jövőbe látó emberek iránt. Szoktam javasolni, hogy lottozzon, mert valószínű akkor nyerni fog a következő héten. Hatalmas nyeremény van, mint ahogy tudjuk, és kikerül ebből az agráriumból, mert utána már nem fog nyilván itt dolgozni. Mi megsüvegeljük, hogy valóban jövőbe látó, és minden valószínűség szerint, mivel a toxin egy olyan jószágféle idézőjelnyités bezár, tehát olyan gomba a betegség, amelyik sok hatására keletkezik, és kezd el felerősödni a kukoricaszárba, a sok hatás az aszály, és ha most elmondtam, hogy vannak még lábon álló kukoricáink, azt nem érte sok hatás. Hát ez nyilván akkor megkapta a megfelelő vizet. A kukoricának önmagában nem a hő az, amelyik problémát okoz legfeljebb. A terméskötéskor, a szemkötéskor van az, hogy a pollenek kiszáradhatnak, amíg a bibére érnek, de az légköri aszály, és az csak egy párhetes időszak. A kukorica trópusi növény, imádja a meleget és a vizet, és a vizet. Tehát ahol tudtak öntözni, vagy mélyfekvési terület volt, ott nem okozott a toxin, tehát a gombafertőzés gondot. Viszont azért egy nagyon komoly dolog a gombafertőzöttség, és ebbe azért legyünk tárgyalagosak, benne van a bakolytok lepkének a rágása, hiszen az egy felületet nyit arra, hogy a gomba minél gyorsabban megtelepedjen és elkezdje ádász tevékenységét a kukoricacsőbe, és azt is lássuk be, hogy jelenleg egyetlen szer van, hatóanyag, amivel úgy, ahogy védekezni lehet, de nem teljesen, tehát az Európai Uniónak a körültekintő környezetvédelmi programja azért ilyen károkat is nyilvánvaló okoz, és akkor most számoljunk egy kicsit, mert ezt kevesen tudják, ugye? Ott a végén megrágja a bagolytokmoly lárvája ugye a kukoricát, utat nyit a gombának, a gomba toxin termel, és pár apró szem toxinos lesz. És ugye azt mondjuk, hogy 10 mg már ott határértéke van a jogszabály szerint, ugye 20 mg-ig lehet forgalmazni, átvenni, stb. Stb. Most a Szabadegyháza is 3 mg körül határozta meg, mert ugye neki felhalmozódik a toxin mennyiség a DDGS-be, nem akarom sorolni a különféle olyan takarmányokban, amiben utána a tej miatt nem lehet, hogy magas toxin tartalmú legyen. Tehát summa summarum, vesszük a mintát, és akkor egy szem belekerül. Egy szem világít, ugye a ultraibolya a lámpa alatt, és ez nagyjából azt jelenti, hogy ebbe 10.000 milligramnyi toxin van. Ez, hát ez a számolás kérdése, hogy milligram, gram, deka, stb. Kiló, egy kilót tud 10 milligram toxinnal megszennyezni. Ez még határértéken belül van, de egy szem, egy kiló. És ha két szem van benne, akkor már régen nem fogják átvenni. De hát a tized sem, amikor háromra lehozták, mert ehhez a jogszabály alapján joga van. Következésképpen ez azért nagyon fontos dolog. És ugye az, hogy a mintákat szúrogatjuk egy pótkocsiba, hát mennyi ilyen toxikus szem kerül bele? És lehet, hogy olyan határérték jön ki, hogy 40-es, 50-es, 100-as. Csak éppen hát nem biztos, hogy az egész annyi. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nem véletlen, hogy egyszer átmegy a rendszeren, egyszer nem megy át a rendszeren, mikor egy-egy szem ilyen nagy mennyiségű toxin százalékos eltérést tud okozni. Nyilván, hogy ilyenkor majd lehet rostálás, egyéb dolgokkal ezt javítani, de most én ebben nem mennék bele, hogy milyen technikái vannak annak, hogy hogyan lehet a toxin szintet csökkenteni, de egy biztos, hogy zavaró, és a termékpálya minden szereplőjét kérek arra, hogy óvakodjék a nem alátámasztott számadatok közlésétől, hiszen piaczavarók,
egyet elismer a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is, termelő is, feldolgozó is. A toxinos kukorica az toxinos. Annak értelemszerűen meg kell találni a helyét a toxin tartalmának megfelelően. Nem lehet különféle élelmiszerekbe beletenni, de számtalan olyan termék van, akár ugye, hát a biogázban nem jelent problémát a toxinos kukorica, mármint alapanyagként nem jelent problémát, a bioetanolba nem jelent problémát, az izocukorba, mert ezekben nem kerül át. Tehát számtalan olyan termék van, amit lehet toxinos kukoricából is termelni. Egyetlen dolgot nem, takarmány. Takarmány, és nem is várható el, hogy a takarmánygyárak toxinos kukoricát vegyenek át, de nem is mondta senki. De azok a nem megfontolt kijelentések, hogy a kint levő kukoricállomány 40% toxinus, 40%-a, ez, hát, hogy is mondjam, igencsak teoretikus és jövőbe látó gondolat. No, hát én köszönöm szépen, hogy ezt tisztába tettük még hozzá bőven úgy, hogy közérthetően, mert azt hiszem, hogy ez egy kiemelten fontos kérdés. És itt most véget ért a műsoridőnk, én köszönöm szépen önnek, kedves nézőink, önöknek pedig mondom, hogy természetesen folytatjuk Zászlós Tiborral ezt a beszélgetést, mert hogy még ott van nekünk a napraforgó, a repce és egy csomó olyan növény, ami fontos számunkra. És ahogy ígértem a beszélgetésünk elején, a műsor elején, egy a 20 éves uniós csatlakozásunk kapcsán a magyar mezőgazdaság helyzetéről is beszélni fogunk a következő adásban. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra. Köszönöm a meghívást. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.